Hát nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ebben az új évben. Hát mostanában mondhatni, hogy nem olyan voltak videóim. Mondhatnám ironikusan, hogy olyan sűrűn vannak videóim, mint kb. A magyar válogatott, amilyen sűrűn játszik, bár ez a klubcsapatokra is igaz, úgyhogy erre majd ki is térek. Hát először is nyilván ezzel a személyes részével kell kezdem, mind ahogy mindig. Hát két dolog, először is nem akarok most hosszú videót, mert annak beláttam, hogy azt hibáztam, és annak semmi értelme, mert annál inkább nem nézik meg a címzettek, és egyébként annál inkább negatív felhangokat kapok, úgyhogy inkább rövid videó lesz, megpróbálom, nagyon nehéz persze ennyi időben elmondani, amennyiben én most elfogom, de tényleg egy ilyen 10-15 perc tettem is oda ki magamnak órát, maximum egy 15 perc alatt én el akarom ezt most mondani. Úgy bevezetőnek elég ennyi, hogy hát igazából mondom, nem vagyok egy blogger, és nem nagyon szoktam ilyen fórumokban lenni, de azért mostanában megtettem itt tavaly, mikor voltak ezek a dicsőséges időszakok. Szóval az igazság, hogy persze belefolytam ebbe, és hát nem jó kritikákat kaptam se ott, se ismerősöktől, nem tudom, hogy melyik a bántóbb. Mind a kettő, én úgy gondolom, nem is akarok most különbséget tenni, de az az igazság, hogy egy a lényeg, hogy itt vagyok, most már magamra hallgatok, úgyhogy nem hallgatok másra, mert azzal nem fogok egy métert sem előrelépni, úgyhogy igenis, ha van véleményem, azt el fogom mondani, és most itt vagyok, és el fogom mondani a véleményemet, mert úgy gondolom, hogy ennek van értelme, nem arra, hogy másokra hallgassak. Hát szóval kezdjük is, ennyi bevezetésnek elég. Hát érjünk is a tárgyalás részére. Hát én úgy gondolom, hogy először még tavalyra vissza kell, hogy térjek. Teljesen mindegy, mert a múlt, a tegnap is a múlt már, hát nyilván a mai téma a Magyarország, Finnország, de azért ennél egy kicsit azt gondolom, hogy sokkal jobban vissza kell még az időbe menni. Hát talán vegyük azt, hogy a 8-1-nek is tulajdonképpen még vegyük ott, hogy ugye nyilván ugye Egerváli Sándor menesztését kellene mondani, ugye, és ilyen dolgokat kéne mondani. Hát nem tudom, szóval először is vegyük onnét, hogy ugye volt ez a Magyarország-Andorra meccs még előtte, ami szintén belém folytott pár gondolatot, mert elmentok ezzel, megmondom őszintén focitól, de sokkal inkább az emberektől, sokkal inkább, hiszen akkor is úgy mentem például, meg is mondom őszintén, például a Pepsi focira is úgy mentem oda, hogy na most aztán nagyon kiosztok mindenki. De hát abba ütköztem, hogy szegény nézni Jenőt citták. Én nem is értem, hogy mire fel, hiszen egy riporternek mi a dolga? Elmondja azt, amit lát. És most ő is azt csinálta, tulajdonképpen azt közvetítette, amit lát, semmivel különb dolgokat nem mondott, és mégis érdekes dolgokat kapott ő is, hát nem tudom. Nem tudom, szóval én nekem azért szimpatikusabb, ha valaki elmondja az igazságot. Teljesen mindegy, látta mindenki, amit látni kellett, tegnap is, meg akkor is, szóval teljesen mindegy. Úgyhogy igazából teljesen igaza volt, hogy a játékosok frusztráltak voltak, őnekik visszamertek ugatni, és Van Persiet nem tudtatok bezzeg felrúgni. Őt kellett volna felrúgni, úgyhogy, és most nem kívánok persze senkinek sérülést, de ott kellett volna nagy fiút játszani. Ilyenkor meg kis porszeme vagytok Európának, igaz? Egyébként még egy eredményt, azt így az elején már jobban tisztázunk. Románia-Argentina 0-0. Úgyhogy aki így a sorsás után láttam egy-két ilyen véleményt, illetve ilyen képeket, hogy Gypsy Land Tour 2. Hát szerintem én inkább most nem mondok semmit, de szerintem egyértelműre gondolok. Úgyhogy szerintem egy szót nem szabad a románokra mondani, mert százszor többet letettek az asztalra mostanában, mint mi. Úgyhogy igazából nagyon nagy szerénység kellene inkább, és az arcokból visszavenni, mert én nem is értem, hogy egyes emberek mibe bíznak, és mire ilyen nagy képűek, mert nagyon fel kéne már ébredni. Úgy néz ki, 8-1 se elég ahhoz, hogy ez az ország felébredjen, és kb. Ilyen ukrán állapotok kellenének, meg lövöldözés, hogy ti felébredjetek. Már elég szomorú, mert ezt nem is akartam most így ezt a politikai részét, hát mindjárt választás, és az megint egy ugyanilyen élmény lesz, mint az a meccs. Na mindegy, szóval nem akartam ezt belekeverni, mert ez nem értek, de maradjunk a focinál, ahhoz se értek, de szerintem azért nagyjából a Kulsanyival ugye egyet
egybecseng, amit úgy mondogatok, úgyhogy szerintem úgy nem. Úgy megnéztem ezeket a fél évvel ezelőtti videómat, úgy néztem a tegnapi meccset, ne haragudjatok, de nem tudom. Szóval mit is mondtak, hogy defenzívek? Én mit mondtam ott? Defenzív, passzív, akkor meg miről beszélünk? Azért egy pár dologra ráhibáztam szerintem, úgyhogy. Úgyhogy szerintem jogos én, amit elmondok, szóval nincs ezzel gond. Hát összességében ennyi. Tehát én nem tudom, hogy például én nekem ez abszolút beadta az ívet, azért nem is volt itt videóm, mert tehát ez, hogy egy riportert szídni, én nem is értem. Azért, mert elmondta a teljesen jogos észrevételeit, amit látott szegény leközvetítette, ezt nem értem. Egyszerűen nem értelek titeket. Egyszerűen nem értem, hogy milyen. Na mindegy. Hát inkább térjünk vissza arra, hogy ugye volt ez a hatalmas nagy szünet, ami szintén egy. Hát gondolom rájöttek arra, hogy külföldi kapitányt nem igazán fognak se pénzért megvenni, mert nincs az a pénz, meg egyszerűen nem fognak jönni, hiszen már teljesen leértékelődött a magyar foci, teljesen eljátszottuk az utolsó kis becsületünket is. Úgyhogy megmondom őszintén, főleg most ez a tegnapi meccs után én azt mondom, jobb is, a Pintér Attila lett, tök mindegy, hogy ki. Mert megint vissza kell ide térni, ami már évek óta a sztori, hogy egyszerűen nincs meg ebbe a keretbe, nincs meg a potenciál. Hát ilyen keretben egyszerűen nincs. Hát, és egyébként még a tegnap ugye nyilván az volt tulajdonképpen a legnagyobb csúcspontja az egésznek, amikor mondja a Pintér Attila, semmi bajom nincs vele, ezt már mindig el kell mondani. De egyébként azt mondja, 2,5 év előnye volt a finn válogatottnak. Hát erről beszélek. Tehát igazából már ne haragudjatok, ki új ebbe a csapatba? Mert most és a Csuzsáknak is megütött a nyilatkozata, azt mondja, új kapitány, új mentalitás. Mi az, hogy új mentalitás? Mi eddig nem akartak nyerni, elszólta magát? Az most meg akarnak? Mert most se látszott. Én nem tudom, mi ez az új kapitány, új mentalitás, nem tudom, mik ezek a hülye szövegek, de azért maradjunk ott, hogy 2,5 év előny. Hát milyen előny, könyörgöm. Ott a Bogdán, most már azért neki is az első válogatott meccse volt, de még őrá mondjuk azt, hogy új, mert ezeknek új lesz még 5 év múlva is. De ez most olyan, mintha Király Gabi állt volna a kapuba, nem tudom, már lassan százszoros vagy azon fölül válogatott, aztán azt mondjuk, hogy új. Hát valóban új, a 20 éve már ott van a kapuba, úgyhogy nem tudom. Akkor ott volt a Juhász, a Lipták, a Sándor Gyuri, a Leandro ott volt, 10 éve már válogatott, már úgy volt visszahívva, még nem az, hogy új. Tehát én nem is értem, hogy mi az, hogy új. Nem értem. Na mindegy, szóval ezt nem tudom, hogy hova tenni. Ezt is, hogy új, hát én nem tudom, hogy mi volt ebbe az új. Úgyhogy igazából, és nem is akarom itt megnyújtani a szövegemet, igazából, tehát megint maradt egy olyan keret, hát én ilyen futácsokat is mondhatnánk, de ő is tulajdonképpen az U21-es ezeket a létrákat végigjárta, nem már ne legyen rutinja, úgyhogy ezt most már hagyjuk, hogy újabb rutin. Hát ezeknek nem. Egyébként a másik meg az, hogy pont néztem, most a női válogatott, tudom, hogy kurvára ide jön, de akkor is el fogom mondani, mert bazd meg, igenis ide jön, mert gondolkoztatok. November óta azok se játszottak meccset. Hát ezzel kezdtem a videót. Ez mi? Ne haragudjatok. Tehát én is azt mondom, egy komoly bajnokság, eleve egy nincs meg az anyaország, nincs egy háttér, hát mert egy ilyen bajnokság van, hogy fél éveket szünetel. Hát itt nem kéne ilyen nagy szünet, ha nem volt tél, ha már januárban nem volt tél, januárban már napozni lehetett. Hát semmit nem is értem. Szóval eleve már el kellett volna kezdeni normális időben a bajnokságot, ezeket ugye, ez volt még a télnek a slágere, abszolút egyetértek, hát ez abszolút így van. Komoly nyugati bajnoksághoz fel kéne venni a versenyt, mert ez így nem megy, hogy 3 hónapokat szünet. Hát most is valaki írta gúnyosan, hogy még egy 3-4 hét kellett volna egy kis szünet, mielőtt ez a válogatott meccs létrejön. Hát igaza van. Abszolút én is ezt mondom. Nem tudom, hogy már hova kell szünet. Március túl későn volt. Hát március van már, mikor lejátszunk egyet darab meccset. Hát szóval ne haragudjatok. Szánalmas szerintem. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy igazából valóban előrébb kellett volna hozni. Az meg, hogy szemfényvesztés, hogy új válogatott, azért mindenki régi volt. Hát pontosan az, hogy mindenki régi. Hát ki az új, könyörgő. Az, hogy a Lovrencs is, meg a Gyurcsó nem játszott még csak pár meccsen, hát az az ő bajuk. Igazából én azt mondom, hogy nézzünk már körül, ne szúrjuk már egymás szemét ki. 16-17 éves gyerekek úgy állnak be, hogy
tele önbizalommal, úgyhogy miről beszélünk. Aztán, hát már csúcsálkozás is, megmondom őszintén, van, most már azon a ponton vagyok, tényleg már látom, odaáll már szinte táskás szemekkel, már sajnálom. Odaáll, és nem tud mit mondani, ugyanezeket a, hát én azt mondom, de azt mondom, ugyanezeket mondja, végig mondja ezeket a, amit már 3000-szer hallottunk, szóval én egyszerűen nem tudok ebben, semmi újat nem látok. Szóval nincs itt semmi új. A másik meg az, amit a játékról mondhatok, az meg azt láttam, amit az NBA egy első fordulója köszönt vissza. Hát szinte minden meccs döntetlen lett. Minden meccs, ne haragudjatok, de mindenki úgy ment ki, ahogy eddig is. Egy beszari, befossunk, beállunk, csak ne kapjunk ki, ne kelljen támadni, csak a labda ne legyen nálunk, csak baj ne legyen. Egy ilyen szar, impotens, fos játékkal ment ki mindenki. Csak a kaput ne kelljen eltalálni. Megint mindenki így ment ki a pályára. És mivel lett a válogatott, ugyanezt köszönt vissza. Ami nyilván a Pintér Attilának is köszönhető, hát ő ezt szokta meg a Győrben, mindenhol ezt szokta meg. Pontosan ez volt, nem volt egy meccsnek a képe. És akkor most idézem a két kis barátomat, a Nyilasi Tibit meg a Púl Sanyit. Hát láttuk ugye, én a Nyilasi Tibi az meg szerintem ugyanolyan ember, mint én, sajnos. Úgyhogy minket igazából, akik ilyen szívére, lelkünkre veszik, minket semmiben nem néznek általában, hát ez így van. De egyébként a Pulsanyival is csak Pepitába egyet tudok érteni. Ő is teljesen jogosan elmondta, amiket mondott. Abszolút én is így gondolom, szóval nem is kell szerintem elmondanom, mert ugyanezeket gondolom, aki látta, azt tudja. Ugyanez. Ha már barátságos, ő mindig elmondta, már tavaly is, tavaly előtt is, már 5 éve, már amióta ott van, mindig mondja, hogy barátságos meccs, menjünk ki, első percről utolsó, hogy támadjunk le, nem baj, ha kikapunk, lehessen látni legalább, hogy mit játszunk, támadjunk, lőjünk kapura, nem érdekes, ha kinyílunk hátul, kapjunk 5 gólt, de legalább játszunk, bassza meg, és lőjünk 4-et, és akkor azt mondom, hogy akkor kikapunk 5-4-re, akkor is, de legalább játszottunk. Pontosan ez volt. Hát egyszerűen döbbenet volt azt látni, hogy hát a legnagyobb csúcspontja még az volt itt a dolgoknak, ami szerintem sok mindent, hát azért sok mindenre rávilágít. Amikor tulajdonképpen vezettünk, egyébként jó, az persze egy talált gól volt, és semmilyen, de nyilván milyen lett volna. Tehát teljes adhok alapon ment megint a játék, ahogy szokott. És egyébként most megidézem a Ferenczi Attilát, aki így ezt a focis témákban mozog, szerintem tudja, hogy ki az. Pont a stílusokról szokott mondani, tökéletesen igazán. Ennek a magyar csapatnak megint nincs stílusa. Szóval adhok alapon találtuk azt a semmi idéről gólt egyébként. Adhok alapon lőtték ezt a gólt, és akkor onnantól kezdve ezektől már lehetett volna fújni. Tehát egész egyszerűen nem volt játék. Onnantól kezdve átvette a finnek, átvették a labda birtoklás. Már néha azt hittem, hogy a Barcelonával játszunk, mert már náluk volt örökké a labda, 70-80%-ban már náluk volt. Egyszerűen ezeknél a labda nem volt, keresték, kutatták a labdát. Hazai pályán, és utána még a Bogdán kapott kb. A nem tudom mennyi volt, fél idő se volt még, 35. vagy 9. perc volt, amikor sárga lapot kapunk azért, mert hazai pályán egy kirúgásnál húzzuk az időt. Hát ennél többet már nem lehet elmondani, könyörgöm. Hogyha már ennyire nem akarnak focizni, akkor már tényleg nincs értelme ennek az egésznek, holott mindig mindenhol nyűg a barátságos meccs, de akkor is Románia-Argentina 0-0, úgyhogy ne beszéljen nekem senki félre. Aztán ez a nagy gypsy lendetek, hát én megvédem a románokat, most bazd meg. Megint 0-0-át játszottak, mi mit játszottunk megint? Úgyhogy el lehet gondolkozni. Másik meg az, amit még érinteni akartam, aztán lassan be is fejezem, mert most tényleg nem akarok ilyen hosszú hülyeségeket, ezt senki nem nézi meg. Hát most is jó pörgősen el kell mondanom, majdnem melegen van. Hát mindenképpen az van. Hú, bazd meg. Szóval eleve 14 ezer, az nagyon megütött. Amikor mondja, hogy 14 ezeren vannak ki. Megint ki sikerült 14 ezer embert, fő sikerült baszni, és át sikerült szépen baszni a fejüket, mert megint a lófaszt, a semmit, a házhoz megyünk, a lófaszért kapták meg megint. Semmi nem volt ez. Tehát egyszerűen megint ez a hitegelés, és igaza van a Szalainak. Nincs, nem termeltünk ki, bazd meg, a 20 meg 40 évben egy normális játékos, bazd meg. Hát a Dzsudzsák a jó, itt mindig a Dzsudzsák meg a faszon meg. Egyértelmű, rajta van a csapatkapitány, nyitsz karstalag, nem, ez is megütötte föl, egyértelmű. Mi egyértelmű ezen, bazd meg? Azért, mert van két beadása, meg két lövése egy meccsen. Hát ez lófasz. Nehogy azt higgye valaki, hogy ez meghatározott teljesítmény, és akkor még ő elvileg valaki. Nem tudom.
És igazából megmondom őszintén, hogy még itt a keret kialakításában ugye mondtuk, hogy a régieket is, majdnem csak régi, teljesen már olyan emberek jöttek vissza, akikkel már megégtünk tulajdonképpen. És azért az is elképesztő, hogy ilyen Szalai, és most sajnos mondanunk kell a Gerát, pedig őt mondtam, hogy elég sokra becsülöm, de hát. És a Hajnal, és a többi ilyen játékos mondani kell, hogy ez egyszerűen komolyan mondom, a világon nincs még ilyen, hogy valaki, gyakorlatilag ők mondták meg, hogy nem jövünk a válogatottba. Ez meg egyszerűen nonsens. Tehát ilyen nincs a világon, hogy valaki eldönti, hogy hát most én eldöntöm, hogy akarok-e játékos lenni. De még azt mondom, bazd meg, ha én nem is tudom, hol a büdös faszomban lennének a Barcelonában, a Reálban, akkor azt mondom tényleg, de ne haragudj, egy Bundesliga 2-ben ilyen csonttörő emberek között vannak ilyen, én nem is tudom, bazd meg, ilyen bányász, meg ilyen faszkalap emberek között, csutás parasztok között, bazd meg, eddig széldig föl lehetne húzni a cipőt, bazd meg, vagy a faszom, ugye nem a sportszállat, na mindegy, a csizmás, akár olyan csutás parasztok, bazd meg, tényleg a kapa, hát nem azt, hogy a szájukba kiáll, de hát ezek unorító, ilyen hulladék, színvonaltalan csapatokba játszanak, és még ők mondják meg, hát jó, persze ők nagyon sok pénzt keresnek hozzátok képes, de bazd meg, ezek az emberek még megmondják, hogy én akarok-e válogatottnak, ilyen nincs. Ez meg eleve azt mondom, hogy nonsens. És tehát én megint nem látom az egészet, megint nem látom a fényt az alagút végén, megint nem látom, hogy mi ez, nem tudom, hogy mi ez. Nem. De én is azt mondom, nincs elképzelés, nincs kiút. Ilyen játékkal megint nem lehet semmit csinálni, egyszerűen ez az igazság, és nem több. Na, és én igazából most be is fejezem, mert nem akartam sokat pofázni. Ennyit a dologról, hogy szerintem ugyanazokat elmondtam, amit azt mondom, hogy a Nyilasi Tibi, a Kúl Sanyi elmondott, vagy amitok nézi Jenő, ugyanezeket elmondtam, és én azzal erre az értelmiségi oldalra állok, bazd meg. Oda, ahol az ész van, nem ilyen hülye degenerált szurkolók, akiket már elmondtam, hogy a színek alapján mennek. Én nem a színek alapján, én magyar vagyok, sajnos, nagyon sajnálom, hogy most ilyen állapotok vannak. Komán Vladimirt akartam még mondani, hát majdnem azt mondtam, hogy menjen, húzzon vissza a picsába, és Ukrajnába, azt lelövik az oroszok a picsába. Mert most már komolyan tényleg egy harmadik világháború kéne, aztán tényleg bazd meg, oda kéne ezeket agyonlőni mindent. Na vicces életében, ez a vicc része, de tényleg én azt mondom, hogy hát majd jelentkezek még, aztán majd még meglátom. Én azt gondolom, hogy ennek a videónak ennyi célja volt. Én azt gondolom, hogy aki véletlen látja ezt a videót, és van véleménye, azt kérem, fejtse ki. Én ennyit kérek tőletek, és ennyi igazából. Nem hiszem, hogy nem azért szól ez a videó, hogy mondjuk mit tudom én itt. A negatív dolgokat, én nem vagyok kíváncsi rá. Aki észérvekkel jön, észérvekkel. Még egyszer elmondom, azt meghallgatom, és akinek van véleménye, azt meg fogom hallgatni. Aki meg esetleg valahol el van tévedve, és hülyeséget, az kiméljen meg. Szóval szerintem ennyire volt ez a videó. Hát meglátjuk a jövőt, ezt senki nem tudja. Én nem láttam megint egy irányvonalat, tényleg nem láttam. Na hát, mind ahogy szokták mondani, hogy az irány jó, meg az út az jó. Hát én nem tudom. Szóval én is a Húsanyival vagyok, én semmit nem láttam. Nem láttam el az egésznek, és most megint az, hogy 4-4-2, visszamegyünk, 4-1-4-1-be, meg mit tudom én, ha védekezünk meg. Engem ez nem érdekel, de nincs egy egyéniség, nincs, nem tudják a labdát megtartani. Hát nem, hogy a labdát nem tudták megtartani, közük nem volt. Egyébként, tehát egyszerűen döbben. És Finnország ugyanez, tehát szinten szaktan játékos, de még így is ugyanezt tudtam látni. Mondjuk azt azért emeljük ki, hogy vannak ajaxos játékosok, kiévos, tehát térképen lévő játék országoknak a csapataiba játszanak. Ezt megint ezt tudom mondani, hogy ez már elhangzott többször. Amíg 5 perceket fognak játszani a külföldi csapatukba ezek a játékosok, addig ez nem fog változni, és addig mit várunk. Hát szerintem én ennyit akartam elmondani. Mondom, akinek van még észrevétele, majd szóljon hozzám. Hát egyelőre én ennyit szántam most ebben a videóban. Hát köszönöm mindenkinek, aki esetleg figyelmet szakított rá. Én nekem ez volt a véleményem, és hát
Azért én azt mondom, minden jót, nem kell elkeseredni, mert nem csak ez van a világon. Én nekem mondjuk ez mindig megviselnek ezek a meccsek, mert én nagyon szeretem focit, de hát ez már az én bajom. Úgyhogy hát mindenkinek minden jót, azért hajrá Magyarország, és csak szerényen és normálisan nézzük a jövőbe, mert csak így lehet, máshogy nem. Na, köszönöm mindenkinek. Szép napot. Viszlát.